Magyarország elküldte válaszleveleit az Európai Bizottságnak a felsőoktatási törvény és a civil törvény miatt indított kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatban. A bizottságnak küldött válaszlevelekben a kormány arról írt, hogy a kifogásolt korlátozások szükségesek és arányosak. A témával kapcsolatban üdvözlöm a stúdióban Völner Pált, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkárát. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, hogy itt van. Ugye ön azt nyilatkozta tegnap, hogy elsősorban politikai jellegű ügyekről van szó, nem jogvita folyik az Európai Bizottsággal. Ezek szerint az Európai Bizottság jogi kifogásokat nem is támasztott? Ezt nem állítanám, csak az Európai Bizottság előbb nyilvánított véleményt, mint hogy magát a törvénytervezeteket látta volna, tehát egy politikai vélemény nyilvánított, és magának a jogcímnek a változtatása is arra utal, hogy mindenképpen bele akartak kötni ebbe a jogszabályba. Hogyha a felsőoktatási törvényre gondolunk, akkor pontosan a CEU, tehát a Soros Egyetemnek a kimondásával jelezték, hogy mivel van problémájuk, és miután kiderült, hogy a felsőoktatási törvény, a felsőoktatás témaköre az nemzeti hatáskörbe tartozik, akkor váltottak egy jogcímet, tehát maga az eljárás, az a szolgáltatások szabad áramlása címszó alatt fut, de úgy érzik, hogy a magyar kormány felsőoktatási intézmény mint szolgáltatás működését gátolja ezzel a szabályozással, és hogy ez nem a szükséges és arányos mértékben történt meg. Három kiemelt jogcím fut egyébként most, hogy miért kell nemzetközi szerződést kötni, akkor miért kell az anyaországban egy anyaintézménnyel rendelkezni, ami tulajdonképpen referenciát nyújt az itteni működésükre, és a névhasználattal kapcsolatban támasztottak még kifogást. Ezekre azt hiszem, hogy kielégítő választ adtunk, és a maga a gyakorlat, hogy időközben születnek ezek a nemzetközi megállapodások, és bizonyítják, hogy ez nem egy leküzdhetetlen akadály. De hogyha a magyar kormány álláspontja szerint politikai ügyekről van szó, akkor mekkora az esély annak, hogy az EB elfogadja ezt az érvelést, és leállítja a kötelezettségszegési eljárásokat, vagy készülhetünk az Európai Bíróság felé? Valahol az EB-ben is vannak jogászok, hiszen nem véletlenül változtatták meg a jogalapot abban a tekintetben, hogy hogyan tudják ezt a törvényt kifogásolni. És hogyha eljutunk a bíróságra, akkor a bíróságnak azért adjunk esélyt, hogy már nem politikai, hanem jogi döntést is tud hozni. Tehát ilyen értelemben mi a jogi eljárástól nem félünk. De ettől függetlenül a kormánynak továbbra is az az álláspontja, hogy sem a felsőoktatási törvény, sem a civil törvény nem sért uniós jogot. Mint említettem, a felsőoktatási törvény az egyértelműen nemzeti hatáskörbe tartozik, és a civil törvény kapcsán is éppen a tőke szabad áramlására hivatkoztak, tehát nem alapjogokra, nem arra, hogy bármilyen formában gyakorlatilag sérülnének alkotmányban, vagy az unió egyéb szerződéseiben biztosított jogai az NGO-knak, vagy a civil szervezeteknek. Az adományozók részéről felmerül, hogy a nyilvánosságra kell hozni, hogy kik azok, akik külföldről adományoznak az itteni szervezeteknek, és hogy ez esetleg visszatartaná őket ebben az adakozó kedven, és ez gátolja a tőke áramlást. Ez egy elég bonyolult eszmefuttatás, jogilag nézve legalábbis, vagy gyakorlati oldalról, tehát ezt a vitát szerintem el tudjuk vállalni. Korábban egyébként lehet, hogy technikainak tűnik a kérdés, de korábban 2 hónap állt rendelkezésre a válaszlevelek megírására, most már csak 1 hónap áll rendelkezésre. Ez nem azt feltételezi szintén, hogy igazából itt nem lesz más esély, csak az Európai Bíróságon történő rendezés? Hát úgy tűnik, hogy a bizottság siettetni ezeket az ügyeket, tehát az utóbbi 5 alkalommal a szokásos 2 hónap helyett egyébként, amit a többi tagállam is megkap ezekben az ügyekben, csak 1 hónapot kaptunk a válaszadásra. Ez azért sajnálatos, mert ha bonyolult jogi ügyekről van szó, akkor azért mindig van a tagállam és a bizottság jogi szakértői között egyfajta egyeztetés, egyfajta kompromisszumkeresés, és amikor születik egy megoldás, akkor általában nem folytatódik tovább a vita. Ez a rövid időszak, a nyári szabadságolások, azt mind azt támasztják alá, hogy tulajdonképpen nem az a cél, hogy szülessen egy olyan tervezet, ami alapján aztán le lehet zárni per nélkül az eljárást. Az mit szólnak, hogy a Velencei Bizottság is beleszól most már a dologba? Ők ugye azt kérik a magyar kormánytól, hogy a felsőoktatási törvényből vegye ki a CEU-ra vonatkozó részeket, és akkor lényegében legalábbis a részükről minden rendben van. Hát ez a kivéve a Gyevi bíró, tehát a jogrendszernek szerintem általános szabályokat kell tartalmazni. Tartalmazhat természetesen kivételeket, hiszen pontosan például a külföldről finanszírozott szervezetek esetében is vannak olyan szervezetek, amelyek kikerültek alól, például az egyházakról nem egységes a szabályozás,
és az egyházok egy része az a bevetek, azok mentesültek volna, a többiek nem. Ezért egyértelműen az egész szabályozás alá eső szektort azt kivettük, vagy a sportegyesületek, ahol például a civil szervezetekre vonatkozó rész nem nyújtott volna kellő ki a megoldást, hiszen vannak, akik társasági formában működnek, és ugyanúgy nem vonatkozott volna rájuk a szabályozást. Tehát ahol a szektor semlegesség előírja, ott természetesen lehetnek, de ebben az esetben csak azért, mert Soros György a CEU-nak a tulajdonosa, ez nem elegendő, és mint tudjuk, két egyetemen van Magyarországon, mert van egy Magyarországon akkreditált, a Közép-Európa Egyetem, tehát a névhasználat kapcsán is van egy vita közöttünk, hiszen az egyetem neve lefordítva ugyanaz, mint az amerikai egyetemé, ugyanakkor a két diploma az nem egyenértékű, tehát mindenféle félreértésekre vezethet, és szerintünk a közhitelesség megkívánja azt, hogy a névhasználat az egyértelműen elkülönüljön a két intézmény esetében. Ön egyébként az ügyek kapcsolatban beszélt egyfajta kettős mércéről is. Ez azt jelenti, hogy önöknek van tudomása arról, hogy működnek mondjuk kampusz nélküli egyetemek szerte Európában, vagy legalábbis van néhány olyan, amely hasonlatosan próbál működni, mint a CEU? Nekünk arról van tudomásunk, hogy konkrétan három tagállamban, Németországban, Spanyolországban, Csehországban ez a CEU létesen jöhetett volna, mert megkövetelik az anyaországban levő anyaintézmény. Tehát ha ezeknek az államoknak lehetséges ilyen szabályozást életbe tartani, akkor érthetetlen, hogy Magyarország ellen miért indítanak emiatt kötelezettségszegési eljárást. Vagy éppen Szlovákia esetében, ahol az Unióban, illetve az európai gazdasági térségben kell, hogy székhelyen rendelkezzen az az anyaintézmény, amely külföldi egyetemet működtetne Szlovákiában. Tehát ha a többi tagállamnak lehet, nekünk velük nincs probléma, akkor nem értjük, hogy Magyarország ugyanezt a szabályt miért ne léptethetné életbe. Államtitkár úr, köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget.